Néhány hónapja Szexárdon készültek ezek a felvételek, akkor civil kezdeményezésre több tucatnyian szedték össze az eldobált szemetet a csatári városrészben. Most újra lesz lehetőség így tenni a környezetvédelme érdekében. A Tolnai megyeszékely önkormányzata ugyanis idén is csatlakozott a Teszed nevű október 18-án induló országos programsorozathoz. Eddig már közel 1000 regisztráció érkezett a polgármesteri hivatal munkatársaihoz. A helyi Garai János általános iskola például valamennyi több mint 400 diákjával jelentkezett. A belső udvarunkon, tehát a kerítésen belül az alsó tagozatosoknak osztuk fel a területet osztályonként, mindenki felelős egy-egy parcelláért, és a felső tagozatosok pedig a környező utcákat látogatják el. Szexárdon idén a megyei jogú város iskoláira építve szervezik meg a Teszed program sorozatot jövő hét hétfőtől kezdve. A találkozási pontok ezért az intézményekben lesznek. Ha a környéken élők csatlakozni szeretnének, akkor ők is ezt megtehetik. Tehát ha Baka iskola a környékén lakik valaki, és ha a gyűjtéshez ott lakóként csatlakozni szeretne, akkor megnézi, hogy mikor és hol van a találkozási pont, oda megy és dolgozik a gyerekekkel. A polgármesteri hivatal munkatársai térképet készítettek, amin látható, hol lehet a központilag kiküldött zsákokat és kesztyűket átvenni. Ezek a megyei jogú város honlapjára, valamint a Facebook csatornájára is kikerülnek. Emellett azt kérik, hogy akik részt vennének a szemétszedésben, hívják a 0620 295 53 22-es telefonszámon Rór Adriánt, akivel egyeztethetnek arról, hogy hányan, hol és pontosan mikor szednének össze hulladékot. Az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatalnak a munkatársa 15-16 találkozási pontot jelölt be a Teszednek az info pontján. Ezekhez a találkozási pontokhoz később bárki csatlakozhat. Szexárdon egyébként az önkormányzat évente több 10 millió forintot költ a városban elszórt hulladék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására. 2020-ban augusztusig például csak erre több mint 50 millió forint ment el.